Ez egy igen érdekes történet, mert én az élsportból jöttem át, és amikor befejeztem az élsportot, a válogatott keretettséget, a világbajnoksággal elhatároztam, hogy befejezem, akkor úgy voltam vele, hogy én mindenféleképpen szeretnék valami művészethez közeli dolgot csinálni, és akkor elkezdtem különböző kurzusokra járni. És mindenféle kurzuson részt vettem, és a Timi órájára is így bekerültem, és ott nagyon megtetszett az ő munkája, meg az a Horton-féle technika, mert ugye akkor még fogalmam sem volt, hogy a táncban milyen fajta technikák vannak, tehát így keresgéltem az utamat, és a Timi órája nagyon megtetszett, és igazából onnantól kezdve ott ragadtam. Mivel hogy ugye tornászmúltból jövök, ezért azt mondanám, hogy a három sérülésem, a gerincsérvek, meg a térdemben van egy platina, ez az, ami egy kicsit gátol néha a különböző mozgásokban, tehát ezek folyamatosan igényelnek kezeléseket, hogy én táncolni tudjak, de egyébként más így nem gátol, csak pozitívumot tudok mondani, mert rengeteg dolgot kaptam a sportból. Kitartást, alázatot, tudom, hogy mennyit kell dolgozni azért, hogy elérjünk egy célt, hogy kell csoportban dolgozni, mennyi mindenért kell áldozni, hogy ott legyünk folyamatosan a hosszú próbákon. Tehát így igazából csak pozitívat kaptam a múlt életemből. Nagyon rá kell készülnöm, hogy melyik darabba, ugye mi a fő mondani való, és nagyon át kell állítani az agyamat, hogy ott legyek, és a Timi elvárásainak megfelelően tudjak hozni különböző arcjátékokat, meg érzelmeket. Az egyik kedvencem az a Mi lett volna a Hófehérkével Törpék nélkül című darab, meg ezt a Magányba zárvát is nagyon-nagyon-nagyon szeretem. A társas játszma az nagyon nehéz lelkileg, meg fizikailag is. Ezt, ahogy az előbb is mondtam, mindegyiknek van különböző érzelmi része, és nyilván hatnak rám, mert nem tudnám különben eltáncolni, tehát bizonyos részeknél muszáj, hogy érezzek valamit, hogy azt át tudjam adni, és a nézőnek is át tudjon jönni, be tudja fogadni. Tehát, hogy hatnak rám, rengeteget szoktam dolgozni rajtuk otthon is, tehát, hogy átgondolom a különböző részeket, hogy ott mit kéne csinálnom, meg hogy kéne csinálnom, vagy mi az a történet, amit hirtelen be tudok ugrasztani egy képként, és akkor azt le tudom vetíteni, amikor táncolok. Tehát, hogy mindenféleképpen hatnak rám, és elgondolkodtatnak engem is, és volt, ami átformált, és máshogy csinálom az életemben. Álmaim és céljaim azok folyamatosan vannak, mert különben nem tudnám csinálni, tehát folyamatosan tűzök ki magam elé célokat. A legfőbb célom az, hogy ezeket a darabokat, amiket csináltunk, ezt minél több helyre el tudjuk vinni, hiszen rengeteg olyan dolgot ad át, és olyan mondani valója van, amire szerintem szükségük van az embereknek, hogy meg tudják, átéljék és lássák. Illetve szeretnék még rengeteg színházban lehetőséget kapni, hogy még több helyen szerepeljek. Minden időknél fontosabb időszakot élünk, mert a művészeti önismeretet most már tanítanunk kell. Így történt az, hogy találkoztam a társulattal, és én, mint mentálhigiénés előadó, sok-sok előadást tartok az országban, de a társulattal szövetkezve megalkottuk azt a műfajt, amit táncelőadásnak nevezünk. Amikor a mentálhigiénés tartalmakat összeszedtük azokkal a művészeti formákkal, amiket tanítunk a közönségnek. Ezek a tanítások tulajdonképpen olyan mindennapos problémákból kivett életesemények és probléma megoldások gondolkodása, amire mindannyiunknak szükségünk van. Így hát megalkottuk a társas játszmát, meg a Mi lett volna Hófehérkével a Törpék nélkül. És azért használunk szimbolikus formát a művészetek mellett, mert nagyon fontos, hogy a közönség ne csak egy élményt vigyen el. Nem használunk show elemeket, pontosan azért, hogy tiszta és letisztult formába kaphassa a közönség azt a mentálhigiénés tartalmat, amiből nem csak meríteni tud, hanem tanul valamit, hogy a saját életébe a problémáira megoldásokat találjon. Nagyon sok mindennel készülünk, sokféle izgalmas előadás az, ami még várja, hogy itt megprodukáljuk a különböző hátteret. Minden esetre jó érzés, hogy így is segíthetünk mindenkinek.
Körülbelül 3 hét volt a betanulási idő. Nehéz volt, de egy kihívásként éltem meg, hogy kihozzam magamból ebben az irányban a legtöbbet. Végig a darabban fenn kellett tartani ezt az állapotot, ezt a feszültséget. Ezzel elejétől kezdve is, hogy végig a színen vagyunk. A darab betanulásában talán a legnehezebb pont az volt, hogy végig hozni kellett az állapotot, először a szerelmes, majd egyre inkább felerősíteni magamban a dühöt, az agressziót. Ennek a végig menetele okozta nekem a legnehezebb részt. Ófélképpen a karaktereim megformálásában leginkább talán a kosztümök hozták az utolsó nagy segítséget nekem, tehát hogy a Tudornál a jó fésült üzletember a nyakkendőben, míg a Szendénél a kicsit esetlen, bőinges Szende. Talán ezek voltak, amik leginkább segítettek. Tánckoreográfiában a kedvenc szerepem a darabban a Tudor-Hóférke duett, viszont a karakterben talán a Szende áll a legközelebb hozzá. Darab, amiben táncolok, az a Hófehérke. Bekerülni ebbe a közegbe elég nehéz volt, a közeg az nagyon jó, a társaság is nagyon jól áll vagyunk, viszont igen, nem ebből az irányból jövök, így elég nehéz volt nekem beilleszkedni. Természetesen okozott nehézséget. Egyszer a színpadon be kell jönnöm először vidáman, ki kell figuráznom Hófehérkét, és erre rá 10 percre be kell jönnöm idegesen, feszülten, szóval így hirtelen átállni, és abban a 10 percben meg öltözni is kell, ez így elég nagy nehézséget okoz. Abszolút hatnak rám is ezek az előadások. Ennélkül, amit mond, én kinn a kulisszában mindig elgondolkozom, úgy próbálom ezt átirányítani magamba is, hogy ez az én életemre vagy rám ez hogy hat ki. Szerintem ez a nézőknek is nagyon jó. Nyilván, mint Hófehérke gyerekek lehet, hogy nem értik még ezt, de abszolút nagyon jól hat az emberekre, hogyha bele tudják élni magukat. Én 2017. októberében jöttem egy workshopra, és akkor még nem kezdtünk el együtt dolgozni a Tinyékkel, csak megismertek engem, és 2018. januártól már együtt próbálok velük. A Spirit Dance társulathoz hát egy nagyon érdekes történeten keresztül kerültem, a Vikivel találkoztunk Hajdúszoboszlón egy munka kapcsán, és ott mondta nekem, hogy lesz egy workshop októberben, hogy arra menjek el mindenképpen. Ott ismertem meg a társulatot. Kedvenc darabom a Szoba. Azt nagyon szeretem, a zenéje miatt, a koreográfia is, azt ugye a Viki csinálta, és az hozzám közel áll. Úgyhogy én azt nagyon szeretem, színes darab, lehet benne megmutatni magamat, és azt nagyon szeretem. 8 évig ritmikus gimnasztikáztam. Nem volt nehéz átállni, nagyon jó alapokat kaptam. Egy kicsit lágyabb mozgás a kortárs modern tánc. Meg kellett tanulni a technikáját, de úgy érzem, hogy olyan jó tornász alapokkal rendelkezem, hogy nem volt nehéz.
fiatal társulat vagyunk, 2016 végén összefelé alakult a társulat, és 2017 februárjában már premierünk is volt a Bethlen Színházban. Nagy sikerrel, ez az első ugye, nagyon fontos lépés az életünkben. Elég sokan voltunk, tehát 10 fős társulattal indultunk. Ez a 3 év folyamán változott. Néha bővülünk, attól függ, hogy milyen darabot állítunk színpadra, néha pedig ugye kisebb létszámmal, egy, illetve 2 fővel is adunk darabot. A legújabb darabunk címe, Mi lett volna a hófehérkével a törpék nélkül? Ez egy nagyon érdekes dolog, mert kiléptünk a táncvilágából, tehát ideig csak a modern kortárs technikával dolgoztunk, és hagyományos táncszínházat képviseltünk, és ennél a darabnál elkezdtünk együtt dolgozni Pólus Enikővel, aki egy mentálhigiénés szakember, és a mentálhigiénés előadást gyújtuk egybe a modern tánccal, és így hoztunk létre úgymond egy ilyen új műfajt. Egy elég nehéz év volt számunkra, mert rengeteg új darabot állítottunk színpadra. Egyik ilyen volt a Száll a kakukk fészkére, amit Somogyi Anna rendezővel állítottunk színpadra, és kortárs balett irányába mentünk el inkább. De emellett megjelent a Társasjáték című darabom is, ami viszont csak 2 főre íródott, és a családon belüli erőszak témáját feszegeti, de megjelent ugye egy vidámabb darabunk is, a Mi lett volna a hófehérkével a törpék nélkül. Sok terv van, szeretnénk most mesét feldolgozni és meseirányba elmenni, a gyerekekhez jobban nyitni, de szeretnénk továbbvinni ezt a mentálhigiéniás vonalat is, és a meglévő darabjainkat, a társasjátszmákat és a hófehérkét minél szélesebb körben megismertetni vidéken is, esetleg külföldön. Én abszolút a modern tánc irányából jöttem, tehát én a Győri Balett szakközében végeztem, utána a színházi táncos voltam, teljesen egy más vonalat vittem, amíg ki nem kerültem külföldre, Bécsbe, és ott sajátítottam el a Horton technikát, ami egy amerikai koreográfusról, Lester Hortonról lett elnevezve, és ezt hoztam haza Magyarországra, amit igazából nem nagyon, tehát nem tanítja senki, tehát egy egyedi stílus, és ezt az egyedi stílust ötvözzük. Tehát ez minden darabomban megtalálható, és ez ad egy-egy ilyen különlegességet a munkáimnak.